Sokat gondolkodtam, hogy a Hős világában mennyi karakter van, akiből többet is ki lehetett volna hozni. Hát igazából már többet nem fognak, hiszen a manga hamarosan be fog fejeződni. való valószínűleg idén, szóval igazából nem fogunk válni olyan részeket, ahol karaktereket fognak egy kicsit kibontakoztatni. Persze kellnek mellékszereplők, hisz az is uh, megszínesíti az animét, és nem is lenne jó az, hogy uh, igazából főszereplő szinten kezelnek olyan karaktereket, akiket nem kellene. De van egy kettő, akit én Többet láttam volna, vagy többet megtudtam volna róla, de nem történt meg. A mai videóban két karakterről fogok beszélni, és mind a kettő szőke karakter, mind a kettő hentai karakter, nagyon nem, ebben nem bele. Az első ilyen karakter Mount Lady, az az NT Lady. Ő volt az első hősök közt, akit akcióban láthatunk a legelső anime részben, de nekem már ott szimpatikus volt a karakter kinézete és képessége. A képessége rémegyszerű gigantikusra tud nőni, a 162 cm-ből 2062 centire. Szóval ő nem aprózál a dolgokat. A karakter személyisége kicsit eleinte nekem abba merült ki, hogy ő kihasználja a hős nevét arra, hogy figyelmet kapjon és elismerés. Mindig, az, mindig szeretett igazából a reflektor kerülni és abban maradni. Persze, mikor nincs kimerülve a sok hősi feladatvégzéstől. Szerintem többet is ki lehetett volna hozni belőle, akár egy arkban nagyobb szerepet is kaphatott volna, mint hős, aki segít igazából a diákokon, vagy, 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 vagy nagyon szükség van rá, hiszen ő neki van csak az a képessége, hogy gigantikusan nő, és ez mit tudom én, ott utaztak volna a vállán a hőseink, meg ilyesmi. Igaz, a hatodik évadban szerepeltem úgy, és sokat segített az, hogy makiát lelassította, de azon kívül ti emlékeztek valami nagyon-nagyon hősiesztettére? Tehát amikor ugye Bakugót elrabolták, és ugye Olmár kimentette Olfa Vántól, és akkor megtörtént ugye az Olmágy versus Orfolván második küzdelem, akkor ott Monsleyd is megjelent, ugye? Szóval ez a kettő, meg ugye a legelső rész az animében, ott láttuk, így többre nem emlékszem, nincs olyan momentuma, ami úgy úgy megmaradna is, befolyásolná talán az anime történetét, szóval sajnos nagyon könnyen elfeledhető karakter, egy olyan mellékszereplő, akiből egy kicsit több lehetett volna. A másik ilyen karakter Mitsuki, Bakugó anyukája. Szörnyű, hogy milyen szerepet tölt be az animében, úgyhogy Bakugót ki lehetne jelenteni másodlagos főszereplőn. Nincs kiasználva az, hogy Mitsuki és Inko uh, hogyan lettek barátnők, hogyan ismerték meg egymást, esetleg régebben szobszédok voltak, vagy közösen volt valami hősár lássuk, hogy valami, azt se láttuk, hogy Mitsuki és Deku valaha beszélt egymással, szóval annyi se kaptunk egy flashbackbe, hogy Bakugót elengedni Mitsuki játszani, és ott van a kicsi Deku, aki köszön neki. Én nem tudom, hogy ezt miért nem lehetne kihasználni, vagy miért nem használták ki, mert Mitsukiból többet is ki lehetett volna hozni, akár jobban megismerni Bakugó gyerekkorát által a érdekes. Valamilyen Bakugó családja nagyon el van a hanyagolva a történetben, igazából amúgy Inko is most már, de azért Inkót többször fel lehetne említeni, mint anyuka a My Hero Akadémiában, mint Mitsuki-t, aki igazából egy részben szerepelt összesen, és még egy kis jelenete volt még a hatodik évadban, és ennyi. De még mennyi ilyen karakter van a My Hero Akadémia világában, szóval talán majd a következő lézen megint két karakter ki fogok így vesézni, hogy Mit lehetett volna velük kezdeni, vagy ilyesmi? Szerintem, hogy ezek érdekesek, hiszen igazából ezek a karakterek hozzájárulhattak volna a történethez egy pluszt adva, de nem adtak pluszt, inkább csak vannak. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna az a videó! Wahoo!